Jó estét kívánok! Rengeteg sportágban nevezik ma már akadémiának az utánpótlás műhelyeket. Egy ideje ez gyakorlatilag szinte megszokottá vált. Az más kérdés, hogy hol folyik valóban akadémiai színvonalú munka. Fehérváron szerencsére jól állunk, hiszen például az Arak akadémistái ezen a néven lassan a felnőtt mezőnybe is beleérő kiváló atléták lesznek. És hát ott van nekünk egy 9 éve indult nagyszerű projekt, az Ifja Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia, amely létrehozásakor azzal az eszmével jött létre, hogy folyamatosan utánpótlást biztosítson a nemzetközi szinten játszó fehérvári jégkorong csapatnak. Ez is megvalósult, már nyugodtan mondhatjuk, az elmúlt években. Az idei szezon pedig, ha magát az akadémiát nézzük, annak az eredményeit gyakorlatilag egyedülálló, hiszen az Ifjabb Ocskai Akadémia korosztályos csapatai egy kivételével minden bajnokságot megnyertek, ahol elindultak, legyen szó magyar, illetve külföldi nemzetközi megmérettetésről. Úgyhogy tényleg igazi sikertörténet ez, akár nagyobb időintervallumban nézve, akár a mostani szezont. Van miről beszélgetni Fekti István, az akadémia sportigazgatójával, akit tisztelettel köszöntök a stúdióban. Szia! Már egy ilyen rövid értékelést tartottunk, amikor volt nemrégiben a Városházán ugye egy nagy köszöntés a bajnokoknak kijáró tisztelettel, és akkor mondtad, hogy hát azért ezt nem lehetett célul kitűzni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a fehérvári műhely, maga az akadémia is olyan rangot képvisel a magyar hokiban, hogy nagyon nem is adhattátok alább, tehát gondolom minden évnek úgy mentek neki, hogy nyerni kell. Tervezgetünk mindig évről évre, és gyakorlatilag inkább a céloknak a meghatározása az, ami folyamatban van, és nem igazából az eredményesség vagy az eredmények, mert a kemény munkával előbb-utóbb aztán úgyis az eredmények párosulnak, hogyha még egy kis szerencsénk is van, ami szerintem idén egy nagyon jó kis konstelláció volt, és gyakorlatilag minden területen így a szerencse is velünk volt, kevés sérültünk volt, viszonylag jól alakultak az eredményeink. De igazából tényleg az volt a célkitűzésünk, hogy egy olyan szezont csináljunk, amiben a fejlődés, a fejlesztés irányvonalai láthatóak. Utánpótlásban mindig beszélünk róla, hogy tényleg nem feltétlenül a csapatok eredménye az elsődlegesek, hanem az, hogy a gyerekek fejlődjenek, és ugye egymásra épüljön az a munka, ami aztán végül a felnőtt csapatban találja meg az értelmét. De magukban, a srácokban mennyire van benne ez a versenyszellem? Azért egy gyereknek mégsem mondhatod, hogy nem az a cél, hogy megnyerd a meccset. Igen, hát ugye sokszor mondják, hogy ez egy versenyistálló, hogy az iskolákat is azt szerint kategorizálják be, így a klubokat is egy picit úgy, hogy ez a fehérvári akadémia, ez egy versenyistálló igazából, tehát itt az eredmények nagyon meghatározóak. Azt gondolom, hogy ez így is van, mert gyakorlatilag akkor tudunk mi is visszaigazolást nyerni mindenféle fronton, hogyha látjuk azt, hogy a befektetett munkának a gyümölcse az eredményekben is megjelenik. Úgyhogy mindenképpen próbáljuk ezt tartani, de természetesen az utánpótlás képzésnek csak azoknak a felső korosztályoknak legfontosabb feladata az, hogy az eredményesség is megérkezzen, ami már ott nagyon közel a felnőtt hokihoz van, tehát az alsóbb szinteken igazából tényleg az, hogy szerezzék meg azt a játéktapasztalatot és azt a rutint a kiélezett helyzetekben, ami még ugye azért az eredmények rovására nem megy, vagy nem befolyásolja az eredményeket. Aztán később, amikor ez már komoly folyamat itt az ifi junior 18-20 évesek kapcsán, az már mindenképpen azt gondolom, hogy elválaszthatatlan az, hogy a minőségi munkának a visszacsatolása legyen az, hogy ez tényleg bajnoki érmekkel, mindegy, hogy milyen színű, de igazából, hogy egy playoff hely, vagy egy olyan eredmény az kijöjjön a szezon végén. Hogyha most visszapillantunk, hiszen valóban lassan a 10 éves távlatot nézhetjük, amikor indult, és te gyakorlatilag az elejétől benne vagy, tehát tényleg van rálátásod, amikor indult ez az egész, lehet mondani, egy hirtelen ötlettől vezéreltetve, akkor hittétek-e, hogy ennek ekkora sikere lesz, ilyen kifutása, hiszen most arra azért ez az akadémia, ez jócskán kinőtt azokból a keretekből, ahonnan kezdetben indult. Igen, az talán nagyon jó kifejezés, hogy kinőtte magát, és tényleg nem gondolkodhattunk ilyen nagy álmokat. Igazából én itt vagyok nagyon régóta a klubnál, tehát edzőként is dolgoztam, korosztályos edzőként is 12-13 évet, és pont egy ilyen egyéves szövetségi munka után tértem vissza ugye 2010-ben az akadémia alakulásakor, és gyakorlatilag hát akkor pár edzővel és
talán egy ilyen 160-170 fős gyerek létszámmal maximum, amivel rendelkeztünk akkor. Gyakorlatilag ez majdnem megduplázódott, ez a létszám, és az edzői létszám is nagyon-nagyon megnőtt, és természetesen egy ekkora stábnak ugye az adminisztrációs része is jelentős viszonylag, és hát ugye itt Magyarországon egyedülállóan azért mi egy 30-40 fővel működtetett kollégiumot is biztosítunk az itt sportoló jégkorongozóknak, akik ugye nem fehérváriak. Úgyhogy ez tényleg akkor például a kollégiumot 2010-ben 10 fiatallal kezdtük, és tényleg nem lehetett ezt látni, hogy ez hova fejlődik. De szerintem úgy lépésről lépésre haladtunk, és tanultuk meg a folyamatokat, rengeteg hibából, ugye, ami egy ilyen tanulási folyamatban előfordul. Ugye nem sokszor mondtam már, hogy igazából egyedülállóak voltunk itt ebben a szisztémában, és nem volt nagyon jobbra-balra tekintgetni, hogy ki hogy csinálja ezt, csak esetleg másik sportágakból tudtunk átvenni elemeket, de gyakorlatilag a saját utunkat jártuk, és tényleg a saját hibáimból tudtunk csak mindig tanulni, és az egy hosszabb és fájdalmasabb menetelés, úgymond. De gyakorlatilag szerintem most nagyjából ott tartunk, ahol úgy lennünk kell. És hát ugye, ami a nagy robbanás volt mindenképpen, az ugye a TAOS támogatások biztosította feltételrendszer, ami tényleg egy olyan lehetőséget biztosított, hogy mind a versenyeztetés, mind mindenféle területen tudtunk olyan feltételeket biztosítani az ITJ-korongozóknak, ami mondjuk még az én időszakomban, vagy akár 15-20 évvel ezelőtt ez teljesen elképzelhetetlen volt. Ugye Ocskai Gábor és Kercső Árpád kezdte ezt a munkát, amit akkor elkezdtek akadémiának hívni, és nagyon fontos, hogy itt mondta, hogy akkor még nem volt TAO. És hát éveken át aztán Ocskai Gábor el is mondta, hogy hát óriási költségvetési nehézségei voltak, de mégis belevágtak, és ha valaki, akkor ő mindig tudta, hogy tényleg csak előre szabad haladni, legyen szó a nagy csapatról, a Voláról, az Ebel nevezésről, bármiről. Úgyhogy nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez megint egy olyan vállalás volt, ami tulajdonképpen az idők szavát hallotta meg, hiszen manapság már nem csak jégkorongban is tele vagyunk akadémiákkal, más klubok is mennek a nemzetközi porondra, tehát a Volán gyakorlatilag úttörő volt és utat mutatott. Abszolút, hát ugye Ocskai Gábor, aki ismeri őt és munkásságát, mindig jellemző volt ez a tényleg, ahogy fogalmazta, és az előre menekülés, és hát ugye gyakorlatilag itt az első, második bajnoki címnek az elérése, ugye aztán utána a felnőtt csapatnak az Ebelben versenyezetése, de ugye ezt megelőzte még egy csomó olyan nemzetközi kupasorozat, Final Four-ok is például, amik ugye Fejváron megrendezésre kerültek. És hát ez az akadémia is egy olyan álom volt szerintem, ami igazából megfogalmazódott, és olyan szintre emelhette az utánpótlás képzést, ami tényleg egy ilyen álomszerű történet. Úgyhogy őt igazolták ezek a döntések, és azt gondolom, hogy sikerült megtalálni olyan megszállott embereket emellé, mint ugye említettel a Kercső Árpád is, ugye a kezdetekben itt volt velünk 2010-től 7 éven keresztül, és még sokan mások, ugye Kóger Istvántól kezdve nagyon sokan még tevékenykedtek itt a fejvári jégkorongozók és edzők közül itt az akadémiánál. Úgyhogy összejött mindig egy olyan mag, aki a sikerért és a célért együtt tudott dolgozni. Kicsit ilyen tyúk vagy tojás kérdés, hogy nem tudta, hogy látod, hogy tényleg rettenetesen népszerű a gyerekek körében és a szülők körében is a hoki, nagyon sokan viszik ma is a gyereküket, hogy amikor ez kezdődött, akkor ez már megvolt, és ez a népszerűség vitte a gyerekeket oda, vagy pedig az a fajta eredményesség, ami ezzel az akadémiával is aztán párosult, ezt tette még népszerűbbé és még nagyobb létszámúvá a történetet? Hát talán a kettő együtt igaz, mert ugye az Ebel csapat és a nemzetközi porondon való szereplés mindig az ernyőt tartott az utánpótlás felé, tehát ugye már maga az, hogy 2-3 ezer ember kín van a mérkőzéseken évek óta, az egy olyan biztos bázis jelentett az utánpótlás számára, hogy mindig volt megfelelő létszám. De aztán, amikor ez szervezett keretek között valóban eredményesen kezdett működni, akkor, és olyan edzők dolgoztak itt Fejváron, akikért érdemes volt elkezdeni jégkorongozni, vagy akár ide igazolni hozzánk. Azt gondolom, hogy az adott egy nagy lökést, és gyakorlatilag, hogy a hokiba tudjanak fejlődni a srácok, a minőséget kellett biztosítanunk legelőször.
ugye próbáltunk olyan csapatokat összeállítani, akikben olyan szintű minőség van, hogy egymást tudják a fiatalok fejleszteni és húzni fölfelé, és gyakorlatilag egy ilyen mesterséges versenyhelyzetet próbáltunk kreálni, úgymond, hogy egy ilyen állandó versenyhelyzet legyen, és gyakorlatilag ebben lehet igazából csak fejlődni, és ebben vagyunk szerintem nagyon távol még mindig a külföldi nagyhatalmaktól, ahol gyakorlatilag minden egyes posztér vagy játék másodpercén meg kell küzdeni napról napra, úgy az edzésen, mint a mérkőzéseken. De az azért megfogalmazható, nem, hogy mit csináltok jól, vagy mit csinál jól az Ifjabocskai Akadémia, mert ahogy a magyar jégkorong is egy elképesztő fejlődési pályára állt egy, hát még nem egészen 20 évvel ezelőtt, úgy itt Fehérváron is folyamatosan egyre másra jönnek a korábban nem remélt sikerek, eredmények, ami hát nyilván innovációt, szellemi, szakmai befektetéseket, folyamatos változást, folyamatos fejlődést feltételez. Igen, ez így van. Hát mindig fejlődni kell, és mindig magasabb célokat kell kitűzni. Tehát igazából persze, hogy most nagyon eredményes volt ez az év, és lehet, hogy ez megismerhetetlen, és igazából talán azt kell mondanom, hogy lehet, hogy nem is tudunk még egyszer egy ilyen szezon produkálni, mert ugye tényleg az, hogy két ebben utánpótlás sorozatot egyszerre megnyerjen egy csapat, az még nem fordult elő. Úgyhogy mindenképpen az lehet a fő célkütőzés, hogy a fiatal játékosok minél többet és jobban tudjanak fejlődni. Nekünk kell ehhez minden háttért és megteremteni, ami ugye egyelőre működik, és tényleg megvannak azok a sarokpontok, ami mellette a következő éveket el tudjuk képzelni. A magyar hokiban a külföldi szakemberek behívása, az ilyen értelemben bevett innováció, az nagyon sokat lendített ugye az eredményességen. Az akadémia mennyire követ külföldi mintát? Mondtad, hogy igazából nincs a környéken körülnézni, vagy ha kell, akkor pedig nyilvánvaló kint kell. Miközben azt gondolom, hogy például az osztrákok azért meg minket irigyelnek, hiszen ebben sorozatokat nyernek most akkor a Fehérvári Akadémia növendékei. Igen, ez nagyon nehéz kérdés, mert gyakorlatilag például, ha már az osztrák utánpótlásnál tartunk, akkor ott is megvannak a nagy képzőműhelyek, mint a Klagenfurt például, aki hasonlóan hozzánk például megnyertek minden bajnoki sorozatot Ausztriában, és ahol indultak, és ugye az Ebelt vesztették el elnünk a döntőben, tehát ebből a szempontból is van párhuzam. Ugye a Salzburg évek óta keresi a saját útját gyakorlatilag. Hát ott is a felnőtt ebe alatt van egy ABSZ ligás csapat, ahol a fiatalokat fejleszti, a 20-as csapata, vagy 19-19-es csapata a cseh bajnokságban játszik. Úgyhogy mindenki keresgéli szerintem azokat az utakat, amik a legjobban szolgálják a fejlődést. De ott sem igazából működik ez az akadémiai rendszer. Ugye itt a szentpölteni Okanagan iskola van, ami klasszikus értelemben vett akadémia, bent lakással, tanítatással, mindenféle egyéb velejárójával. De hát ott ugye nincs felnőtt csapat fölötte, és úgy szerintem nagyon nehéz. A külföldi szakemberek pedig nagyon nehezen mozdíthatók ezeknek a kihívásoknak, mert gyakorlatilag azért ez egy ismeretlen terep, amire ők tévednek, és azért ez egy nagyon hosszú és időigényes folyamat, amíg itt a helyi szokásokat, akár a versenykiírások, a lebonyolítások tekintetében megismernek, mik az elvárások, mik azok a tényleg kihívások, amikkel meg kell küzdeniük, úgyhogy, és hát ugye ez egy hosszú távú folyamat lenne, tehát csak úgy lenne érdemes, hogyha ez egy több éves kontaktus lenne akár, tehát biztos, hogy ez egy nagyon fontos lépés lehet a tovább gondolkodás útján. Idehaza mennyire erős a konkurencia? Azt gondolom, hogy fejlődik mindenki nagyon, és ugye Budapesten is megvannak a klasszikus klubok, hát ugye akik az eredményeket követik, akkor ugye a MAC a legnagyobb ellenfél. Az elmúlt 7-8 évben valóban szinte minden korosztályos döntőt vagy párharcot bármelyik sorozatban majdnem csak, hogy velük vívtuk.
De hát ugye azért ők egy 2 milliós halastóból halászgatnak, és azért egyszerűbb a helyzet, de vannak még olyan más egyesületek is, ugye a Budapesten, a Vasas, az Újpest, tehát építkeznek, tényleg megpróbálnak jól működni, jól szervezetten, és tényleg nagy a konkurencia, azt gondolom, mert tényleg olyan munka folyik ezekben a műhelyekben, edzőket is úgy próbálnak választani, és tényleg igazolni, hogy a minőségi munka az biztosított legyen. És hát vannak még rajtuk kívül olyan kis műhelyek is, ahol nagyon szépen működnek. Gyakorlatilag ugye tavaly indult egy ilyen regionális központ szisztéma alapján működő projekt a szövetség szervezésében. Ugye nekünk is jutott ebben szerep. Ugye van most több olyan kis egyesület, akinek a szakmai munkáját felügyeljük, irányítjuk. Itt Móra, Ajka, Vápolt, a Veszprém, Kaposvár, Zalaegerszeg, szatelit klubok tartoznak hozzánk, és hát gyakorlatilag megpróbáljuk úgy a szakmai munkát irányítani, hogy az jó irányba folyjon, és hogyha van olyan tehetséges fiatal jégkorongozó, aki ezekből a klubokból esetleg itt megmérettetné magát, vagy edzésen részt venne, akkor erre lehetőséget biztosítunk nekik. Kicsit erre a nagyon sikeres szezonra visszatérve, melyik korosztály tette meg a legnagyobb hőstettet, ha lehet így mondani? Nyilván a kirakatban azok voltak, akik ugye az Ebelben is vitézkedtek, és akik más koroknál fogva is egy kicsit jobban reflektorfénybe kerülnek. Nagyon nehéz lenne különbséget tenni, mert mindegyik a maga módján nagyon nehézre sikeredett gyakorlatilag. Ugye a kölyök csapatunknál is egy nagyon sima alapszakasz, meg középszakasz után a playoff részben már egy kicsit akadozott a gépezet, és gyakorlatilag az utolsó mérkőzésen, ami már tőlünk független volt, dőlt el a bajnoki aranyéremnek a sorsa. De hát ott is volt edzőváltás, januárban új edző, vezetőedző vett át a csapatot, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy munka volt, és nagyon kifeszített körülmények között dolgoztunk. Talán a Serdülő volt az a csapat, aki a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta egész évben, és gyakorlatilag talán az alapszakaszt vesztített mérkőzés nélkül zárták, aztán ott is volt egy-két vereség, ami szerintem nagyon rájuk is fért, mert kellenek ezek a pofonok mellett közben, hogy tényleg aztán a végjátékban minden stimmeljen. Az IFI-t gyakorlatilag nagyon nehéz volt összerakosgatni, mint egy ilyen puzzle 100 darabja, mert ugye a tavaly újra gondolt Titán projekt, hogy olyan 15 junior korú játékos fölkerült, nagyon kiürítette a junior keretet, és azt alulról kellett tölteni. És hát december-január környékén már azt vettük észre, hogy ilyen 8-10-12 játékos maradt az IFI korosztálynál. Úgyhogy ott nagyon gyorsan át kellett csoportosítani az erőket, és egy nagyon nehézkes és sikertelen középszakasz után kerültünk be a rájátszásba, és ugye már az elődöntőbe tudtuk, hogy a Maccal kell már mérkőznünk, és hát próbáltunk mindig új lépésre lépésre nézni és haladni, hogy igazából mindig arra koncentráltunk, és hát ugye nagy mértékben befolyásolta az utánpótlást a Titánok csapatának a szereplése is. Ugye ők is szerintem egy jó szezont futottak, és gyakorlatilag az Újpest ellen igaz, hogy söprésre kikaptunk, de mindegyik mérkőzés nagyon kélezett és szoros volt, és hát utána lehetett úgy gondolkodni és csoportosítani a játékosok terén, hogy akkor a junior gárdát sikerült megerősíteni föntről. Ami úgy tényleg nagyon ránk is fért, mert úgy tényleg már úgy kezdtünk elfogyni a végére, és nagyon nehéz volt akár a mérkőzésekre kiállás, nem pedig az, hogy esetleg minőségben is tudjunk játszani. De hát aztán a végén minden szerencsésen alakult. Hát tényleg nem tudom, hogy lesz-e még egy ilyen szezon, nyilván jól kellett, hogy alakuljanak a dolgok hozzá, de ha már arról volt szó, hogy tényleg kombinálni, variálni Titánokba, már a felnőtt csapatba is ugye azért felkerülnek fiatalok, hát ez lenne nyilván az egésznek az értelme. Hogyha összegzésképpen tényleg akár ezt a 9 évet nézve azt a célt, hogy a felnőtt csapatnak, a felnőtt magyar jégkorongnak tehetségeket adjon a volán, az akadémia olyanokat, akik akár itt, akár más csapatban komoly jégidővel nemzetközi tapasztalatot is szerezhetnek,
Ezt hogy látod, mennyire áll jól ez a projekt, és lesz-e, lehet reménykedni, hogy még a továbbiakban esetleg még jobb lesz? Van hova fejlődnünk ezen a területen, azt gondolom, és biztos, hogy van hiányérzet is sok mindenkiben, bennem is természetesen, hogy ez a folyamat hol tart és hol tarthatna. Az biztos, hogy lent még többet és még jobban kell dolgoznunk. Tehát minőségben, még jobb képességekben, jobb játékosokat kell nevelnünk, mert ugye most például azzal, hogy az Ebelo 20-as bajnokság gyakorlatilag megszűnik, a jövő szezontól kezdve gyakorlatilag három ilyen development fejlesztő tornára korlátozódik a bajnokság, nem is nevezném bajnokságnak, csak egy ilyen kupasorozatnak gyakorlatilag. Tehát innen nagyon nagy lépést kell megtenni a fiataloknak a titánon keresztül a felnőtt Ebel irányába, pláne nem a felnőtt válogatott irányába, tehát egy óriási lépés. Úgyhogy mindenképpen az a kulcs, hogy lent legyünk nagyon masszívak és erősek, legyen nagyon sok gyerek továbbra is. Aztán a kiválasztási rendszeren keresztül kell majd úgy eljuttatni őket, hogy tényleg legyenek nagyon jó játékosok, és akár évente több játékost is tudjunk adni, de olyan játékosokat kellene tudnunk adni, akik ugye, ahogy te is említetted, meghatározó játékosok nemzetközi szinten, és esetleg a felnőtt válogatott színeiben is. Ugyanakkor a klubbal az együttműködés e tekintetben harmonikusnak nevezhető, gondolom, hiszen azzal együtt, hogy persze kellenek a légiósok, és nyilván az Ebel szereplés miatt azért megvannak ott is az elvárások, mindig megvolt az a negyedik sor, az a 3-4 fiatal, aki megkóstolhatta az Ebel légkörét. Igen, ez nagyon nehéz is, és hát ugye ez egy állandó szakmai kihívás is, hogy gyakorlatilag pontosan úgy neveljük ezeket a gyerekeket, hogy akik oda kerülnek a végjátékba, hogy gyakorlatilag ők top játékosok a saját adott korosztályukban, és hát ugye hátulról kellene nekik felverekedni magukat a negyedik sor vagy harmadik soron keresztül, és hát ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz és kihívásokkal teli feladat, mert azt is el kell ismerni, hogy azért a felnőtt csapatnak az eredményessége meg minden befolyásol. Tehát ott tényleg nincs nagyon sok idő kísérletezgetésre, és egy-egy ilyen rosszabb periódus azért az kihatással lehet akár a bajnokságnak a végső kimenetelére is akár, és ugye pont egy ilyen sikertelen szakaszon volt túl a felnőtt csapat az elmúlt években. Most, hogy sikerült rájátszást érőhelyet elérni, ez szerintem egy nagy lökést tud adni, és mindenképpen szerintem ad egy kis rést és lehetőséget arra esetleg, hogy ez a folyamat egy kicsit felgyorsuljon. De gyakorlatilag kellenek azok a fiatal tehetségek és az ő teljesítményeik már a Titán csapatban is, amivel ugye felhívják magukra a figyelmet. Tehát egy nagyon jó szezonnal rendelkező játékosnak is nagyon sokat kell még pluszba dolgozni ahhoz, hogy ezt a szintet tudja hozni. Hát ez a nehéz, gondolom, és ahogy említetted is, azt az utolsó lépcső fogod megtenni, amikor valaki a juniorból kiöregedve bele kellene, hogy erősödjön a felnőtt mezőnybe. Hát remélem, hogy sok ilyen fiatalt látunk az elkövetkezendő időszakban, és gratulálok a elmúlt szezon fantasztikus eredményeihez. Gondolom, egy kis megérdemelt pihenő azért jut mindenkinek, és aztán lehet kezdeni a következő munkát. Egész sokáig mentünk a jeges edzésekkel, május utolsó hetéig, és az ifjúsági világbajnokság alatt volt egy kisebb 10 napos szünet, úgyhogy most még mindenki gőzerővel készül. A nagyobb korosztályok egészen július elejéig, a kicsik a hétvégéig, az iskola végéig készülnek közösen. Aztán gyakorlatilag egy-két-három hét aktív pihenés után már július 22-23-a körül elkezdődnek a száraz edzések, és 29-én pedig már a jeges felkészülés megkezdődik. Tehát üzdelve már most sok edzőmérkőzést kötöttek le az edzők, úgyhogy vannak válogatott programok is, tehát indul a nagy üzem tényleg gyakorlatilag egy 4-5 hét múlva. Ilyen kánikulum marad, még irigyelni is fogjuk a jégkorongozókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok.